A 2018-as Köpeci falunapokról készült összefoglalónkat láthatják. Az idén is kétnapos faluünnepnek örülhettek a köpeciek. A szombati nap a fúvós zenekar hívogatójával vette kezdetét, majd a sportpályán zajlottak az események. Népes közönsége volt a lovas programoknak és a favágó versenynek. Bocz Lajos szervező meghívásának is sokan eleget tettek, és nem csak Erdővidékről, hanem Szecsellevárosból és Gyergyótekerőpatakról is érkeztek versenyzők. Kívánom mindannyiunknak, hogy a köpes napokon találjanak alkalmat a megpihenésre, az egymásra való figyelésre, szórakozásra egyaránt. Örüljenek az együttlétnek, a jó programoknak, a versenyek győzteseinek, a finom ételeknek és italoknak, a szívekpestítő zenének. Örüljenek a falu az önök ünnepének. A magam és a városvezetősége nevében kellemes, hasznos időtöltést, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, ezennel a köpeci falunapokat megnyitjuk! A megmérettetés a rönkvágó versennyel kezdődött, amit a fogadhajtás követett, és a legtöbben az egyes és a kettes rönkhúzásban versenyeztek. A lovas programokat követően éjfél utánig tartó utcabálon mulathattak a résztvevők. Jó, meg kell ülni a csöveket, ne! Csöveket meg kell ülni, és utóbb vissza! Jó!
A falu ünnep vasárnap ünnepi istentisztelettel folytatódott, majd a kulturális programokkal a templomkert udvarán. Kedves testvéreim, mielőtt megáldanunk a köpeci református egyházközség dalárdájának zászlaját, felkérem a készítő és immár zászlóanyát, Nagy Irmát, valamint a dalárda döntése szerint zászlósnak kinevezett Szabó Attilát, hogy szíveskedjenek a zászlóval ide a dalárda elé megállni. Kedves testvéreim, a köpeci református dalárdát, vagy dalkör 1927. március 9-én hívta életre, ha úgy tetszik, néhai Benedek Árpád tanító. A dalárda szolgálata egy bizonyos ideig szünetelt. Istennek hála, hogy ismét a gyülekezet és közösségeink örömére szolgálhatunk. És a mai napnak, ha úgy tetszik, egy csodálatos évfordulónak is fejet hajthatunk, hiszen 1928. július 29-én szentelték fel a dalárda első zászló. 90 év. Ami azt jelenti, hogy 90 év távlatából, noha nagyon megviselt állapotban még gyönyörködhetünk az első zászlóban, ismét kisebb változatban előttünk áll az a dalárda zászló, amelyet Köpeci Sebestyén József heraldikus tervezett. Bethlen Gábor dicsőséges korának népies stílusát, stílusjegyei hordozza magán a zászló. Az egyik oldala kék, a másik oldala fehér. A kék oldal rózsákból, tulipánokból áll, virág csokrokból, virág díszítésű. A dalárda jeligéjével zengy magyar dalt, mint pacsirta, buzakalász és székely népünk jelképei, a nap és a hold. A fehér oldal tulipán és szegfű ékesítéssel Köpec közösségének címerpajzsával, amelyen egy koronát láthatunk, és a feliratban Köpeci református dalkő. Az első zászló
szentelését követően Néhai Benedek Árpád így fogalmazott, hogy ez tartja ébren az összetartást, a lelkesedést a dalosokban. Ma sem kívánunk mást, Isten áldását követően, mint hogy e zászló alá mindig szeretettel, békességgel, lelkesedéssel tudjunk összetartóan felsorakozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten, teljes szent háromság, áldja meg a köpeci református Dalárda zászlaját. Áldja meg azokat, aki e lobogó alá felsorakoznak, hittel, zsoltáros dalos jókedvel, Isten dicsérő lelkesedéssel, fiáért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Köszönöm a Kupacé Dalárda férnek, hogy megalakultunk, mert hát így volt szükség egy új zászlóra, amit örömmel is szívesen készítette, és remélem, hogy ilyen örömmel is boldogan fogunk tovább is a zászlóra állni, énekelni, tevékenykedni, és örömmel hagyom az utókornak, hogy ők is használják, ha majd romlott állapotban lesz, akkor újjávarják, és köszönöm, hogy én lehettem ez, aki újra készítettem ezt az zászlót. Köszönöm. Most pedig kérem, fogadják szeretettel a Dalárda szolgálatát. Délután folyamán a templomkerti színpadon a helyi fellépők után a Bardoci Kolumbán Sándor, a Baróti Szinkron és Mozaik Táncegyüttesek következtek.
A falunapok sztár fellépője a Bojtorján együttes volt. Szántuk vetett boronálók a köpeci határban. Nem aludtam három éjjel, gondoltam a babámra. Mint hiába gondolkodom, úgy sem leszek a párja. Van még legény a faluba, akinek leszek babája. Mint hiába gondolkodom, úgy sem leszek a párja. Van még legény a faluba, akinek leszek babája. Van még emes sejem, kendőm simára van vasalva. Van még emes szív szeretőm, ki nem hallgat szavamra. Az irigyek nevez érdők, ne szeressen engemet. Dobja el a fényképemet, csalja meg a szívemet. Az irigyek nevez érdők, ne szeressen engemet. Üdv el babám, ha tudtad, hogy igaz szívből nem szeret. Miért csaltad meg az én árvam úgy szerelmes szívemet? Miért adtad a csókjaidat ilyen árva kislánynak? Miért nem adtad helyettem egy hervadó rózsaszálnak? Miért adtad a csókjaidat ilyen árva kislánynak? Miért nem adtad helyettem egy hervadó rózsaszálnak? A Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola tanítványai zenélnek. Oktató Horváttas, zenészek. Sikó Barabás Zsájke, Gáj Jengezi László és Nagy Károly. Thank you.
A Köpeci Néptáncosok műsora következik. Thank you.
a Köpec ifjak népdalcsokrot adnak elő.